Köszöntjük Önöket, ez a Borzsúr második évada, mi pedig itt is vagyunk a Festői Badacsonyban. Azért jöttünk ide, mert az első adásunk témája a magyar fehér szőlőfajták, és az a borvidék bővelkedik ezekben. Jöjjenek Önök is velünk, kezdünk! Napsütés, Balaton. Izgalmas gasztronómiai kalandozásokban lehet része annak, aki az ősi magyar fehér szőlőfajták nyomába ered. Mai adásunkban erre teszünk kísérletet Sebivel, irány tehát Badacsony. A beköszönőkben azt említettük, hogy ma a magyar fehér szőlőfajtákat fogjuk kóstolni, ennek járunk utána. Mielőtt azonban ebbe belevágnánk, Sebi, segíts nekünk egy picit, hogy mi tartozik az őshonos fehér szőlőfajta kategóriába. Viszonylag kevés olyan szőlőfajtánk van, amik sok száz évvel ezelőtt már itt megtalálhatók voltak Magyarország területén, és a mai napig foglalkozunk velük úgy, hogy bort készítünk belőlük. Mondjuk emeljünk ki azért néhány sztár szőlőfajtát, ugye most Badacsonyban vagyunk, a kék nyelvű mindenképpen ide tartozik. Ezeket a borokat meg fogjuk kóstolni mindenképpen ma. Aztán, hogy egy picit odébb megyünk, akkor Móron, azért az Ezerjút nem szabad kihagyni ebből a felsorolásból, és nyilván talán a furminttal és a házlevővel kellett volna kezdeni, amik hát a nagy ígéretei Magyarországnak. Talán mondhatni, hogy mi vagyunk rájuk a legbüszkébbek, meg mi szeretnénk leginkább megmutatni a világnak, hogy mennyire jó fajták ezek. Vágjuk bele és vegyük be a Balaton. Első utunk a Folli Arborétumba vezet, amelyet bátran nevezhetünk az őshonos budai zöld egyik központjának is. De hogy pontosan miért, az hamarosan kiderül, előtte azonban Sebi rendhagyó módját választotta utazásunknak, amelyet bátran ajánlhatunk kalandvágyóbb nézőinknek. Itt vagyunk Badacsony tomajaljában, de hát itt fel kell jutnunk a Folli Arborétumba. Mire készülsz, hogyan fogunk felmenni? Nem tudom, hogy mentél-e már borászatba taxival, de most ezt fogjuk csinálni. Taxival Badacsonyban? Igen, van egy úgynevezett hegyi taxi a badacsonyi borvidéken, aki cirkál a borászatok között. Nem tudom, hogy le lehet-e inteni, de meg kellene majd próbálnunk. Vagy akkor a hegyi taxi, ugye? Én vagyok a hegyi taxi, és így van Badacsonyban. Hány autó van? 4 autóval dolgozunk itt Badacsonyban, ez a szolgáltatás a 60-es évek közepétől működik itt nálunk. Egész kuriózum, egész Európában talán itt van ilyen. Milyen igényeknek kell megfelelni itt Badacsonyban? Nagyon egyszerű, bírja a terepet, erős legyen, és ki legyen nyitva. Innen hegyi taxival a Folli Arborétum hány perc lesz? 12 körülbelül. Akkor szerintem vágjunk neki. Dübörgő lóerők, kellemesen sűvítő szél, káprázatos panoráma, mi kellhet még? Hegyi taxival Badacsony aljából egy 10 kilométeres körön belül bármely borászatba eljuthatunk. Hú, hát fantasztikus, gyönyörű. Na, érdemes volt itt megállni? Érdemes, és talán ez az, ahova amúgy rendes autóval képtelenség feljönni, jól gondolom. Nem ajánlott. Szembe velünk Fonyód, előttünk Szigliget, az első félsziget, hosszan kinyúló Balatongyörök, és amögött van Keszthely. Ez a hegy délnyugati oldala, itt terem a legjobb minőségi szőlő. Ez a legértékesebb része a Badacsonyi hegynek szőlőtermelés szempontjából. Mi szokott általában az embereknek az első reakció jelenni, amikor hát, meglátják ezt? Én már voltam Badacsonyban, de ilyen magason még nem. Hát mindenki csak néz, bár csodálkozik, hogy ilyen is van. Ugye a standard útvonal a Kisfaludi ház, de ez talán egy kicsit csinosabb. Amikor jó idő van és nem ilyen esőerdő körülmények, akkor mennyire tud itt meleg lenni, mert hát ugye ez a hatalmas vízfelület visszatükrözi a hőt. Hát olyan meleg vagy, ott mögöttünk a füge, és hajlandó kétszer élni egy évben. A
A Kisőrsi hegy déli lejtőjén fekszik a Fóli Arborétum és Borászat, amelynek története közel másfél évszázadra tekint vissza. Válthatunk sétajegyet, de akár borkóstolóval egybekötött belépőt is választhatunk. Míg Sebi Péterrel a kóstolás mellett döntött, addig én Fóli Rékával, az Arborétum vezetőjével nekivágtam a domboldalnak. Réka, amint beléptünk Sebivel az Arborétumba, azonnal lenyűgözött egyrészt a látvány, másrészt az illatok is. Olyan jó, hogy ezt mondtad, mert pont ez a cél, hogy így lenyűgözzük a látogatókat, és olyan sok mindennel lehet, az illatokkal, a látvánnyal, a plusz szolgáltatásokkal. Ez a 115 éves történet, ez ahhoz kellett, ez a viszonylag nekünk hosszúnak tűnő idő, hogy a növényeink látványossá fejlődjenek és nőjenek. Ehhez kellett három generáció előttem, és most nekünk a negyedik generációnak azt gondolom, hogy a feladata, hogy a megfelelő infrastruktúrát megteremtsük itt. Erre azért nem számítottam, hogy ennyire hegyes egy arborétum, azért ez is ritka. Igen, nem is jellemző. Tehát józan észre az ember domboldalban nem telepít ilyen méretű kertet. Itt 5 hektárról beszélünk. Az egész teraszos szerkezetű, mert hogy valamikor itt a csigók, előtt az eszterháziak szőlőműveléssel foglalkoztak. Nagyon látványos ettől az egész kert. Mi a történet? Tehát, hogy melyik volt előbb, a borászat vagy az arborétum? A borászat volt előbb, tehát a feleségemnek a szép nagyapja vette meg ezt a birtokot. Hát 1850-es években. Neki komoly birtokaik voltak Gyulakeszin és Nemesgulácson, de a szőlészetük, borászatuknak a központját ide álmodta meg. Szép nagypapa után jött az ők nagypapa, aki a birtoknak a igazgatója, tulajdonosa volt. És a képbe igazából a fenyőfák csak ezt követően a dédnagypapával érkeztek. A hagyományos, úgymond nagypapán korabeli technológiát lecseréltük, egészen más eljárásokat vezettünk be, és ki tudtunk jönni 2011-től kezdve a piacra egy olyan termékpalettával, ami, hát nem azt mondom, hogy berobbantunk, de szép lassan elfogadottá váltunk, mint itt a környék trendi felkapott borászata. A kertben több mint 300 féle különlegesebbnél különlegesebb örökzöld között barangolhatunk, miközben a cédrus gyűjtemény is világhírű. A Fóli szőlői között leginkább a hungarikumok dominálnak. Megtalálható itt a budai zöld, a kéknyelű, a szürke barát, de olasz rizling, muszkátotonál és rajnai rizling is szerepel a borlapon. Mekkora szőlőtök van jelenleg? 10 hektárt művelünk, annak a fele van kerítésen belül itt birtokon, és a másik 5 hektár pedig a környező részeken. Az arborétumon belül bátran kalandozhatunk akár egy pohár borral is a kezünkben. Ehhez jó választás lehet a budai zöld, amely a Badacsonyi hegyvidék egyik érdekessége és ékessége is egyben. A budai zöld az különben azért is különleges, mert ez az arborétum területén belül található ez az ültetvény. Én imádom ezt a fajtát, a budai zöldet, olyan jó zöld aromái vannak, nagyon friss, tehát így egyik legjobb nyári fehérbor. Már poén szinten megfelelő fórumokon mondtam, hogy ha Budapestnek van saját sör, akkor Budapestnek legyen saját bora is, és a budai zöldnél jobb nem lehetne, mert a budai hegységben több száz évig ezt a fajtát művelték. A filoxénra pusztította onnan ki, utána meg hát a lakók beépítették azokat a domboldalakat, tehát adott lenne, igen, igen, akár jó is lenne erre, csak az én kalkulációim szerintem nincs 20 000 palac budai zöld, ami egy évben Magyarországon elkészül, és abból 6 000 mi vagyunk. Budai zöldet érdemes önmagában fogyasztani, és koncentrálni azokra az ízekre, amelyektől egy bor igazán badacsonyivá válik. Ugyanakkor jó társa lehet nehezebb fogásoknak is, amelyeket szintén kóstolhatunk az arborétumon belül.
picit nekem az adja a Foli különlegességét is, hogy bár tudtam, hogy ma egy borászatba jövünk el Sebivel, viszont talán azt szokta meg az ember, hogy borászatba lehet, hogy mondjuk apa vagy anya szeretne menni, de mondjuk a család többi részét lehet, hogy abszolút nem érdekli. Itt viszont mindenki megtalálja azt, ami számára érdekes. Igen. Szerintem így az igazi a kirándulásra, hozhatjuk magunkkal a gyerekeinket is, és az aktív nagyszülőket is, mert úgy vannak kialakítva a sétautak, az ösvények, a játékokat a gyerekek élvezik, és egy teljes napra tudunk kínálni látványosságot, programot. Nagyapám idejében járt itt egy Gerd Krüssmann nevű, akkor nagyon neves német dendrológus, ezt mondta, hogy olyan, mint egy ékszerdoboz, kicsi, de minden tagja kincset ér. Lüktet, feltölt, elvarázsol és magába szippant. A Foli egy életérzés. Csak úgy, mint a következő állomásunk a Váli borbirtok. Alig 10 perc autóútra vagyunk a Foli arborétumtól, és azt mondtad, hogy egy különleges kis családi borászatba hozol engem, hol vagyunk? Igen, egy nagyon különleges atmoszférájú helyre, a Váli birtokra hoztak. A Váli Péter régi kedves barátom egy szinte Provence-ot hozott itt Badacsonyba. Ódákat zenytem rólad, meg a boraidról. És különleges fajtákat is keresünk, ugye kékely, budai zöldet itt a Badacson, mert jó helyen jár. Abszolút, még a szőlőben is be tudom majd sétálni, és meg tudjuk nézni. Péter már 10 éves korában arról álmodott, hogy olyan helyen él majd, ahol maga termeli meg az ételeihez az alapanyagokat, amelyeket saját szőlőbirtokán termelt boraival tálalhat. Az álomból valóság lett, ma pedig minden egyes üvegborán szerepel egy mondat, mégpedig az, hogy saját örömömre. Ugyanis filozófiája, hogy bor csak saját stílusában, saját örömére készít. Én már itt kiszúrtam messziről, hogy van egy kis szeder is, mielőtt átérünk. Isten, kell nem is adsz? De hogy nem szedtem, gondoltam rád. A Pinot Noir is van ilyen jó. A pincészet tételei stílusosak és karakteresek. A választék a könnyű fehérektől a testesebb vörösekig terjed. Első utunk a szőlőn belül Péter egyik kedvencéhez vezet, amely bár nem őshonos magyar szőlő, mégis nemesítése miatt bátran nevezhetjük annak. Itt vagyunk a nagy kedvencnél, legalábbis én imádom ezt az olasz rizlinget, ami ugye egy ilyen apró fürtű, a nemes olasz rizlinget. Apró fürtű, nemes olasz rizling, ezek a régi lónak, ez közel egy 70 éves ültetvény, de már nagyon régóta gondozom. Kevesebb szőlő születik rajta, viszont zamatosabb, gyönyörű aranysárgára érik, kicsit illatosabb, elképesztő finom olasz rizlingeket lehet belőle készíteni. Milyen meló van most vele? Ja, hát még minden szőlővel érdemes a keleti vagy északi oldalt kilevelezni. Még a nyugati oldalt még nem levelezzük, mert a nyugati oldalon hogy sütő nap azért még erős, és ne égesse meg a fürtöket. Tehát a keleti oldalon a fürtöket ki kell szabadítani, és amikor így a leveleket a keleti oldalról válogatjuk, akkor látjátok, hogy gyönyörűen kikerülnek a fürtök. Ugye tudjátok, hogy mi organikusan műveljük a szőlőt, és nagyon-nagyon fontos az, hogy ezzel a levelezéssel föl tudunk szabadítani a fürtöket, jobban átjárja a levegő, szelet kapnak, és ezáltal a liszharmat, a peranoszpóra, a könnyű, illetve a rothadás okozó gombák pillanatokat leszáradnak, és ezáltal a permetezést lehet csökkenteni, vagy éppen megspórolni. Magyar fajta, magyar szőlő, magyar borásztal, most éppen tényleg ott sétálunk, abszolút, ahol ezek abszolút találkoznak. Meséltem rólatok, ahogy a kéknyelőről és a budai zöldről. Kéknyelőnek szüksége van egy porzószőlőre, és úgy ültetjük, hogy két sor kéknyelő, egy sor budai zöld, és egy olyan sorban vagyunk benne, ahol mind a kéknyelőt, mind a budai zöldet meg tudjuk nézni. Ugye ez a sor egy kéknyelő, ez egy apróbb fürtű, egy kicsit lazább szerkezetű szőlőfajta, ahogy látjátok. A budai zöld, ez egy kicsit nagyobb fürtű, nagyobb szemű szőlőfajta, amint látjátok.
És a budai zöld egy két héttel korábban érik, itt lehet is látni, hogy már zsendül, gyönyörű szépen már teltek a szemek, a kéknyelő egy két héttel később érik, itt még majd növekedni fog a bogyó. Akkor itt a szelek szárnyán átküldi a csodálatos hírt. Így van. Ami fontos a budai zöldnél, 1930-as években itt a Badacsonyi Kutatóintézetben kísérletezték, hogy melyik az a szőlőfajta a kéknyelő mellett, ami a legjobban porozza. És a budai és a kéknyelő egyszerre virágzik, és a budai zöld középmagas kordon mellett a legjobb porzó szőlője a kéknyelőnek. Na régen, amíg ezt nem tudták, addig a kéknyelőt úri szőlőnek is hívták, mert azt mondták a régiek, hogy úri huncutság vele foglalkozni, de az mi érdekes még, hogy nem csak ezért hívták úri szőlőnek, hanem azért is, amikor viszont véletlenül beporzódott jól, és jó bor született belőle, akkor az annyira jó volt, hogy azt eltették a pince mélyén, és ha uraság jött a házhoz, akkor ezzel kínálták. Pillanatokon belül nem csak beszélünk róla, hanem meg is kóstoljuk a kéknyelőt, amely mellé Péter igazi terű-terű asztalkámmal készült, pont úgy, ahogy vendégeinek is szokott a borkóstolók alkalmával. Itt sajnálom, hogy a nézőink nem érzik ezeket az illatokat, illetve hát ez a látvány azért nyilván magáért beszél. Mire lejöttünk a szőlőből, tele van most már az étteremrész. Mivel készültél nekünk gasztronómiai szempontból? Hát ugye mi fogunk enni egy kis hideg tálat, az ugye már kín van, de azt majd később megkóstoljuk. Van rajta egy kis bivajszalámi, vannak nagyon finom érett sajtok rajta, két hónapos, három hónapos, négy hónapos érleléssel. Környékben egy kis kecskes, a mindháztályi környékben egy kis kecskes, és természetesen a paradicsom, a paprika az mind a kertből, ahogy itt látjátok a zöldségeket is. És hát föl fogjuk tenni a főételt is, együtt elkészítjük, de mielőtt még bármit is csinálnánk, ugye a legfontosabb, hogy ígyunk. A főzéshez mindig egy pár korty bor mindig jól jön otthon is, meg hát egy borászatban meg nélkülözhetetlen. A kéknyelű Badacsony privilégiuma. Annak, aki Badacsonnyal akar ismerkedni, vétek lenne kihagyni. Legyen szó egy fiatalabb, vagy akár egy idősebb tételről. Ez már a színén is látszik, hogy ez egy darab. Igen, ez egy 18-os kéknyelű, egy nagyon érett darab. Eleve később is volt a szüret 18-ban, mert volt szeptemberben egy kis esőnk, és mi hagytuk sokáig fönt, hogy ez az eső visszaszívódjon, és újból a normál állapotba kerüljenek a bogyok, és ezáltal egy kicsit ilyen nem kis késői jellegű, de egy picit talán alacsonyabb savakkal, de egy nagyon-nagyon telt, nagyon izgalmas bort kaptunk 18-ban. Erre igazán mondható, hogy ez egy úri bor, ahogy meséltem róla a szőlőben. Nagy formátumú tétel, és akár nagyon hosszú érlelésre is, akár több éves érlelésre is alkalmas. Én azt gondolom, hogy talán ez a típusú kéknyelő az, ami leginkább megmutatja a kéknyelőnek a nagyságát. Ha ez még párosul még egy olyan évjáratnak, ahol ezek a nagyon feszes savak is megjelennek, de ugyanezzel a krémességgel párosul, akkor meg oda lehet tenni a világ legnagyobb fejét a borai közé. Adásunk végére még tartogatunk Önöknek egy budapesti programajánlatot. Egy olyan rendszeres borkóstolóra hívjuk Önöket, ahol szintén bátran lehet ismerkedni a hazai szőlőfajtákkal. Itt vagyunk a Duna partján, gyönyörű környezet, és most is finom borok lesznek a középpontban, de egy különleges helyszínen. Hol vagyunk most, Sebi? A Borzsúr borhajón vagyunk most, illetve leszünk mindjárt. Nekem ez a kedvenc nyári helyszínem a Borzsúr rendezvények közül. Hát amikor már egy jó idő van, ilyen áprilistól egészen szeptember végéig azért nyomunk egy 6-7 borhajót. Nagyon egyszerű a képlet. Elhívunk olyan 8-10 borászatot, ők elhozzák a legújabb boraikat, úri közönség felveszi a legszebb ruháját, és egy idő után már nem tudják, hogy elindult már a hajó, vagy már túl sokat kóstoltak, de eljön az a pillanat, amikor elindul a hajó, amikor már ilyen szép naplemente van, és akkor körözünk a Dunán, folytatjuk a kóstolgatást, és így valahogyan belecsúszunk az éjszakába. Minden borhajón más és más pincészetek legjobbjait kóstolhatjuk meg. Ma képviselteti magát a fedélzeten Badacsony mellett Pécs, Tokaj, Neszmély, Eger és Villány is. Aki pedig a körútért felel, az nem más, mint Laci bácsi, a Zsófia rendezvényhajó kapitánya. Hát még soha nem voltam kapitányi fülkében. Bonyolultabb, mint egy repülőgép pilóta. Igen, sok a gomb, de viszont egyszerű régi technika annak ellenére. Ő volt az első hajó, amit Füreden legyártottak, és 79-ben jött ki a gyárból.
hány év rutin kell ahhoz, hogy valaki erre egyszerűt mondjon? Egy tízes azért kell. A borhajuk esetében azon túl, hogy finom borokkal ismerkedhetünk, igazi gasztronómiai különlegességek is felsorakoznak. De Sebi, én már az illatokat messziről éreztem. Sziasztok! Sziasztok! Szia Gábor! Gábornak baszk étterme van a belvárosban, és nagyon gyakran jön a borzsú borhajokra sonkákkal. Milyen sonkát hoztál ma? Kérlek szépen egy 18 hónapig élet szerrán a sonkát hoztam. Egy olasz porkettával készültem, és volt egy kis buffalo mozzarellám, de az már elfogyott. Őshonos, fehér szőlőfajtából készült borral érkezett a fedélzetre ma este András is, méghozzá egy küvével, ami hűen tükrözi a tokai borok nagyságát. Például van egy ilyen borunk, ami furmint és hárszőlő, és egy pici muskata is van benne, úgy hívják, hogy number 8. A 8-as az arra utal, hogy 8 hegyköségből vásároljuk fel a tokai borvidéken az alapanyagot hozzá. Furmintból a szuper száraz bűpesgőtől az eszenciáig mindent lehet csinálni, tehát nagyon kevés ilyen fajta van, ami erre képes. Ami miatt még nagyon jó, hogy a különböző terroárokat nagyon szépen visszatükrözi, úgyhogy nagyon népszerű fajta, azt gondolom, egyre népszerűbb. Külföldön hogyan lehet eladni egy valószínűleg külföldi fogyasztó számára teljesen ismeretlen magyar szőlőfajtást? Pont ez az előnye, ha lehet mondani, mert ugye Chardonnay-t, meg Sauvignon Blanc, meg akár Rieslinget, azt bárhonnan lehet inni a világból, de furmint az egy unikális fajta, tehát az csak ránk jellemző, és kíváncsiak rá az emberek, akarnak majd mást kóstolni ahhoz képest, amit eddig ittak mindig. Jó néhány helyi szőlőfajtát kóstoltunk a mai adásban, remélem tudtunk önöknek is újat mutatni Magyarországról is. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra!